Sziasztok! A múlt héten bejelentett 60 GHz-es tesztsorozatunk külön kiadását látjátok. Ebből a részből megtudjátok, milyen teljesítményre képes a berlini Mumon bejelentett Mikrotik Wireless Wired Dish. A Wireless Wire széria nagyobb hatótávolságú tagja ugyanazt a hardveres architektúrát kapta, mint a kisebbik társa, aminek a lelke egy 716 MHz-es 4 magos 32 bites ARM processzor, kiegészítve 256 MB RAM-mal. Ez elég jelentős feldolgozási kapacitást ígér, amit az új eszközben még kiegészítettek egy nagyobb antennával is. A 40 cm-es antenna gyakorlatilag megegyezik a már ismert LHG szériában alkalmazottal, és egy könnyű, kompakt eszközt eredményez. Az irányváltást egy egyszerű konzolra oldotta meg a Mikrotik, amivel mind vízszintesen, mind függőlegesen állítható az antenna. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy nemrégiben kijött egy szoftver frissítés a 60 GHz-es eszközökhöz, amelyel a gyártó szerint a duplájára növelhető a hatótávolság a beamforming újrakalibrálásának köszönhetően. Mi már természetesen ezzel a szoftverrel teszteltük a rádiókat. A tesztünkhöz a Kaspiron Kft. Biztosította a helyszíneket, amelyek Budapesten lakótelepi környezetben találhatóak. A szakasz egy 10 emeletes, valamint egy 4 emeletes ház között került kiépítésre, amelyek megközelítőleg 900 méterre voltak egymástól. Az eszköz irányba állítását a jól megszokott módon kezdtünk, mintha egy standard 5 GHz-es linket állítanánk be, azonban a beamforming eléggé ellenünk dolgozott. Ezután módszert váltottunk, és inkább szemre lőttük be a linket, és hagytuk a beamformingot érvényesülni. Ez elég jó eredménnyel zárult, mivel 100%-os szignált, mínusz 51-es jelszintet és MCS 11-et értünk el ezen a 900 méteres szakaszon. Ezután következtek a mérések. A mostani Mumon külön kiemelte a Mikrotik, hogy az eszközök beépített bandwidth tesztjét ne vegyük mérvadónak, mivel az nem áthaladó, hanem az eszköz által generált forgalom. Ezt demonstrálandó végeztünk egy gyors mérést a beépített teszttel, ami 350 megabit per szekundumos eredményt hozott, ami sokkal kevesebb, mint a teljes kapacitás. Ezután a kísérlet után rátértünk a valódi tesztre, aminek a TCP-s részét iPerf segítségével végeztük két notebook között, 10 párhuzamos streammel. Elég meggyőző, 970 megabit per szekundumos eredményt kaptunk. Következő lépésként az Equicom Kft. Által biztosított EXFO műszerekkel futtatnunk RFC 2544-es duplex UDP méréseket több csomagmérettel, ahol 64 bájtos csomagok mellett 284x284 megabit per szekundumot, 512 bájtos csomag esetén már 971x971 megabit per szekundumot, és 1518 bájtos csomagméret mellett 960x960 megabit per szekundumos eredményeket kaptunk. Összességében kijelenthető, hogy a 60 GHz-es LHG egy kimagaslóan jó árérték arányú pont-pont eszköznek bizonyult. A következő részünkben folytatjuk a 60 GHz-es tesztsorozatunkat, amelyben az IgniteNet Metrolink 2,5 gigabit per szekundum sebességre képes rádióját mutatjuk meg nektek. Iratkozzatok fel csatornánkra tartalmakért. Sziasztok!